A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal vizsgálatai az év eleje óta kutyánál és aranysakálnál is igazolták a veszettséget. Az ukrán határ közelében kimutatott újabb fertőzések miatt beszélni kell a védőoltás jelentőségéről. A betegségről, az emlős állatoknál, így az embernél is jelentkező elképesztő és borzalmas tünetekről Horváth Mester Anita, bátonyterenyei állatorvos tájékoztatta portálunkat. A szakember a megoldásra, a kötelező védőoltás fontosságára is felhívta a figyelmet. Tartsanak velünk! Az a lényeg, hogy maga a veszettség egy vírus által terjesztett betegsége az emlős állatoknak. Ami Magyarországra vonatkozik, a leginkább érintett a vadon élő ragadozó állatok, illetve ezek közül is a róka, de most, hogy az aranysakálnak a létszáma növekszik, ezért az aranysakál, a kóbor állatok, akik vadon élő egyébként háziasított kutyák, macskák, és hát az általuk közvetítetten a háztartásunkban, vagy a háztartásunk környezetében élő kutyák és macskák, akik a leginkább ki vannak téve. Magyarország egy olyan helyzetben lévő ország, aki tulajdonképpen a frontvonalban van. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon tulajdonképpen, azt nem mondhatom, hogy mentes volt az elmúlt időkben is a veszettségtől, mert voltak évente esetek, ritka volt az, hogy háztartásban élő kutya vagy macska fertőződött meg, inkább vadon élő rókákat, még azt sem mondom, hogy aranysakárokat, de inkább rókákat találtak veszettnek, de arra is azt mondtuk, hogy inkább a szomszédországból jöttek át. Azért mondom, hogy egy frontvonalban lévő ország, mert hogy hát Magyarországon ritka volt eddig a veszettség, de Magyarország szomszédságában, főként Ukrajna, Románia, ezek olyan országok, ahol viszont egy fennálló problémáról beszélünk. Tehát amíg Magyarországon egy-két eset volt addig, most nem tudom pontosan a számokat, de 1000 akár állatok között Romániában. És ez azért van, mert ezekben az országokban nem figyelnek annyira, tehát ott nem kötelező esetleg a veszettség elleni oltás, meg ott nem vakcinázzák mondjuk a vadon élő állatokat. Más volt a mentesítési terv. Később kezdték el a mentesítést az országokban. Nagyobb országokról beszélünk, erdősültebb országokról beszélünk, más az embereknek az állattartáshoz való viszonya. Azért ebben Magyarország egy kicsit előrébb van, mint ezek az országok. És mivel egy frontvonalban lévő ország, ezért is van az, hogy sokan kérdezték, hogy amíg Németországban mondjuk 2-3 évente kell veszettség ellen oltani a kutyát, akkor miért van az, hogy Magyarországon erre évenként kötelezik az állattartót? Pont ezért, mert most nem akarom a gazdákat sérteni ezzel, de amíg itt évente kötelező is, sok esetben ezt sem tartják be, és ez is ki tud menni 2 évre, ha én azt mondanám neki, hogy 3 év múlva gyere vissza, hát el is felejteni, hogy oltani kell a kutyát. Úgyhogy még az itteni állattartási morálon is változtatni kellene ezzel kapcsolatban. Hát ahogy mondtam, egy vírusról van szó, minden emlős állatot tud betegíteni, és hát az emlős állatok között mi emberek is ott vagyunk. És ami a legrosszabb ebben a vírusban, meg ebben a betegségben, hogy mindaddig, amíg neked nincsen tüneted, addig menthető vagy, de onnantól kezdve, hogy a tünetek megjelennek, onnantól kezdve ez a betegség gyógyíthatatlan. Hallottunk egyszer egy olyanról, aki hallott arról, hogy ismert olyat, aki ismert egy olyat, aki egyszer felgyógyult ebből a betegségből, de ez több mint valószínű, hogy nem igaz. Hát egy ilyen reggel szállt még, amikor én az egyetemre jártam, hogy valahol a világban volt egy hölgy, aki ebből kigyógyult, de nem. Ez az orvosilag nincs leírva, nincs lejegyezve, hogy tényleg történt volna ilyen. Mert van az, hogy amíg nincs tünet, tehát amíg nem is tudsz róla, hogy beteg vagy, meg tudod állítani, ha megvan tüneted, akkor már annyira előre haladott a betegség, hogy ott már nincsen mit tenni. Tudsz vakcinázni addig, amíg a periférián dolgozik a vírus. Amikor az agyba bekerül, akkor onnantól kezdve a vakcinázás nem fog érni semmit. Tehát már akkor nem hat semmit az embernek adott veszettség elleni oltás. Igen, mert ilyenkor az történik, hogyha egy olyan eset történik, hogy vagy bizonyítottan veszett az állat, amivel érintkeztünk, vagy pedig a gyanúja felmerül. Hát nem kell az, hogy veszett legyen, de
Történik egy olyan, hogy kimegyünk az erdőbe, sétáltatjuk a kutyánkat. Sétáltatás közben egy kóbor állat oda jön hozzánk, összeverekedik a mi kutyánkkal, és közben nekünk is sebet ejt. Akkor itt már gondolnunk kell a betegségre, mert ugye ennek a következménye az lenne, hogy 2 hétre az állatot megfigyelés alá kell helyezni. A 2 hét alatt nézni kell a viselkedését, és hogyha a 2 héten belül az állat elhullik, akkor meg kell vizsgálni, hogy ő veszett volt-e, és hogyha ennek a gyanúja felmerül, akkor oltani kell az embert. Na de hogyha kint az erdőben úgy harap meg, hogy utána a 2 hetes megfigyelést nem tudjuk elrendelni, akkor... Nincs az a lehetőség, igen, hogy lásd, hogy mi történik, igen, az állattal, és akkor természetes, hogy be kell adatnod. Akkor igen, az lenne a következő. És egy olyan állat harap meg, egy olyan kutya, aki évente van veszettségen vakcinázva, akkor is kell ez a megfigyelés. A 2 hét megfigyelés szükséges. Tehát akkor se lehet abban biztos, hogy az kutyád, aki te évente beoltatsz, és téged megharap, hogy nem volt hogy veszett. Igen, mert azért van a 2 hét ilyenkor, mert ahhoz, hogy te veszett, elkapja ettől az állattól, ahhoz az ő nyálában már benne kell lennie a vírusnak. És azt mondják, hogyha a vírus benne van a nyálban, akkor az elkövetkezendő 11 napon belül az állat el fog hullani. Ha nincs benne a nyálában, akkor nem kapod el tőle a veszettséget, de akkor 2 héten belül valószínű nem is pusztul el. Hát ezért fontos ez a 14 napos megfigyelés ilyenkor. És ha rendszeresen oltatom a kutyát évente, igen, akkor hogy lehet mégis veszel? Akkor több mint hát én azt gondolom, hogy annyira jó minőségű oltóanyagokkal dolgozunk jelen helyzetben, hogyha betartjuk azokat a követelményeket, hogy a hűtési lánc nem szakad meg, mert ezek hűtve tartandó vakcinák. Az állatorvos úgy adja be, ahogy a szabályoknak megfelelően le van írva, akkor innentől kezdve, és főleg úgy, hogy évente kapja, akkor jó eséllyel, szinte biztosan védve vagy. Itt Magyarországon kötelező a kutya oltása. De ugyanúgy a macskára is akkor, tehát a vírus a macska is elkaphatja, és a kedvtelésből tartott házi macskától is elkaphatjuk. Igen, itt én évek óta küzdök ezzel, hogy az állattartók figyelmét felhívni arra, hogy a kutya az egy dolog, kötelező. De a másik nagy probléma az a macska. És ezek a mentesítési tervek, ezek évekkel ezelőtt lettek kidolgozva, és ezeket alkalmazzuk a mai napig. Csak hát az évek során megváltozott az állattartóknak a viselkedése, más állatokat kezdtünk preferálni, mert amikor a kutyák vakcinázása elkezdődött, akkor a macska az úgy arra volt, hogy kint a kertben összeszedje az egeret, egy kis maradékot adtunk neki, és akkor tulajdonképpen nem értünk hozzá, a gyerek nem fogdosta, mert mindig mondták neki, hogy ne fogdost, mert gilisztás leszel. Tehát nem, a macska nem volt benne a kedvelésből tartott állatok listáján. Ő egy ugyanolyan haszon állat volt, csak más haszonra volt, mint mondjuk egy ló vagy egy szarvasmarha. De ez most megváltozott. Sőt, annyira megváltozott, hogy a macska, én azt gondolom, és lehet, hogy más-másként gondolja, hogy sokkal nagyobb forrása lehet ennek a betegségnek, mint a kutya, mert a kutya jó esetben nem hagyja el a portát. De a macska elhagyja a portát, és este bemegy, és bent alszik velünk az ágyban. Hát sokkal nagyobb teret jár be, ráadásként amíg egy kutya kerüli mondjuk a konfliktust egy rókával, a macska bele tud állni egy ilyen helyzetbe is, összeverekszik vele. Láttam már őt, hogy a macska hajtja a rókát. Hogy igen, hogy sokkal nagyobb gondot tud okozni jelen helyzetben egy macska, én azt gondolom, mint egy kutya. Természetesen, aki bent él a házban, és nem hagyja el a házát macskánál, mivel nem kötelező, azt nem kell. De aki csak egyszer is kimegy, mondjuk, ha felmerül a lehetősége, hogy ki elhagyja a lakást, akkor onnantól kezdve szerintem kötelező. A rókákat, meg a vadon élő állatokat, azt pedig időnként ilyen kihelyezett orális vakcinával vakcinálzák, az azt jelenti, hogy húsba rejtik bele magát a készítményt, és akkor azt kiszórják a különböző területekre. És akkor itt jön az, hogy ki van írva hatalmas piros táblán, hogy ne menj oda, mert a rókáknak kihelyeztük, egy ilyen rókafejjel szokták, kihelyeztük a vakcinákat, és akkor sokan azt gondolják az emberek, hogy ú, az ilyen ördögtől való dolog, nem megyünk, mert mi is veszettek leszünk.
Nem, azért van kiírva, hogy ne vigyünk ilyenkor kutyát, macskát arra a területre, hogy ne a mi állataink gyűjtsék föl ezeket a vakcinázásra kihelyezett dolgokat, hanem akiknek a cél állatfajok, akiknek ezt ki lett helyezve, hogy ne a miénk egyék föl. De hogy igen, ez így történik. Arra a kérdésedre adott válasz, hogy más állatot vakcinázni lehet-e? Ilyen lehet vakcinázni, most így a szarvasmarha probléma miatt azt a területet ott be is oltották. Úgyhogy ott minden marhát vakcinázták. Igen, Szabolcs-Szatmár, Bereg megyében találtak az utóbbi hónapokban több fertőzött állatot, és köztük szarvasmarhát. Szarvasmarhára is ráterjedt, igen, ez a betegség. Más az állatoknál a tünet, nehéz felismerni. Én például azért félek tőle, mert én nem láttam még valóságában veszett állatot. Ennek örülhetek is, hogy az elmúlt időszakban nem találkoztunk vele, de azért a másik szemem sír, mert mi van, hogyha az én kezem közé kerül egy olyan állat, akiről nem fogom tudni diagnosztizálni. Ezért jó, hogy azért a kollégák összefogtak nálunk, és egyre több esetet posztolnak, videókat készítenek róluk, tájékoztatják egymást, és látjuk, hogy mi a probléma. De azért ez egy olyan helyzet, amit mi magunk állatorvosok nem fogunk tudni megoldani. Yes. És ebben kellene segíteni a lakosságnak azáltal, hogy neki nincs sok teendője. Fogja meg a kutyát, meg a cicát, menjen el egy állatorvoshoz, oltassa be, és akkor innentől kezdve az állattartó most a kezei. Nekünk segít abban, hogy kizárjuk az eseteket, azáltal, hogy oltatják, de nekünk kevésbé kell amiatt aggódni, hogy a mi kezünk közé fog olyan kerülni, aki beteg, és hát a családot is megvédi. Ugye a kutyáknál az le van írva, hogy a 12 hetes kor előtt meg kell, hogy kapja. Három hónapos kort követően kell megkapnia. A harmadik hónapot betöltötten a kiskutyának oltottnak kell lennie, és maximum 30 napja van arra az állattartónak, hogy az oltást beadassa. Tehát a legfelső határ az az, hogy 4 hónapos korára egy kölyök kutyának az első veszettség elleni oltással rendelkeznie kell. És azt meg kell 6 hónapon belül ismételni, aztán pedig évente. Igen. Ezt a macskáknál is így kéne? Igen. De ha most van egy felnőtt macska, akit még eddig nem oltattak, de most ebben a helyzetben, hogy egyre több állatban kimutatják itt az országban is ezt a vírust, egy itt felnőtt macskát is. Igen. Az akkor úgy mondom, hogy minden állat, aki eddig nem rendelkezik veszettség elleni vakcinával, vagy már nagyon régen volt beoltva, az azt jelenti, hogy 3 éven túl volt beoltva, akkor annak most kapnia kell egy oltást, és akkor azt 6 hónapon belül megismételni. Azt szoktuk mondani, hogy az első, a 6 hónapon belül az azt jelenti, hogy megkapja 0. napon az oltást, 2 hétig ne kapjon oltást, és akkor 2 hét, 1 hónapon túl az elkövetkezendő 6 hónapon belül kapja meg a második ismétlő oltását, és akkor évente legyen oltva az állat. Hát az lenne most a legfontosabb, hogy az emberek fejében rögzüljön, hogy nem csak a kutyákat, hanem a macskákat is oltassák, és ezzel nem csak az állatot menthetik meg, hanem a családjukat is, mert ahogy mondtuk, ha amíg nincs tünet, addig nem tudod, hogy beteg vagy, amikor meg tünet van, akkor meg már nincs mit tenni. És még azok a tünetek, amit mondjuk az állatnál észrevehetünk, tehát nagyon mi az, amire lehet figyelni? Változó az állatvilágban is a veszettség, mert beszélhetünk erről az agresszív fajtáról, ami a közhiedelemben benne van, hogy a veszett az megbolondul. Na de van mellette egy csendes veszettségnek nevezett tünet együttes, ami meg aztán megint csak nehezíti az állatorvosnak a dolgát. Maga az agresszív fajtája a veszettségnek azt, ahogy ismerjük, folyik a nyála, vicsorog, nem a megfelelő viselkedést mutatja, mint ami eddig volt. Például egy rókánál közelebb megy az emberekhez, nem fél, nem ijed meg, dülöngél, lehetnek olyan fajta mozgásszervinek tűnő tünetei, hogy összeakadtak a lábai, nem koordinált a mozgása. És akkor ehhez még jöhet a támadó magatartás. De az például a kutyákra, meg a rókákra kevésbé jellemző. Viszont egy veszett macska, az tényleg arra megy, hogy ő gyilkoljon. A veszett macskáról is idősebb kollégáktól kaptunk tájékoztatást, hogy mit csinál.
lapulva támad, leszedi az embernek a haját, fejre megy, nyakat harap, teljesen eltorzult fejjel, felálló szőrrel, és nincs határ. Tehát ezeknél az állatoknál nincs meg az, hogy ő most félne utána, nem elszalad, hanem ő addig megy, amíg agyon nem csapják, sajnos. És ez a macskának a jellegzetesség. A kutyának hasonló, mint a rókához, folyik a nyála, idegrendszeri tünetei vannak, elfekszik, fel kell, és egy ilyen enyhén vadorzóvá válik, azt mondom. És akkor ott van a szarvasmarha, amit láttunk. A szarvasmarha megint egy másik. Folyik a nyála, de hát a marhának folyik a nyála. Amikor kérődzik, jön. De ez egy kicsit ilyen, azt mondták az idősebb kollégák, hogy ez így ilyen habzó nyál, hogy az más nyálfolyás. Hát én, aki még nem láttam ilyet, én kevésbé tudnám felismerni, hogy akkor ez most miben különbözik az egyébként is normális nyálfolyástól. De ahogy látod a videón, azért a szarvasmarha is agresszívabb lesz. Támadja a saját borját, neki megy, céltalanul bolyong, dülöngél, eldől, lefekszik. És ami a legnagyobb jellegzetessége marhánál, hogy megváltozik a hangja. A többi állatnál is van egy ilyen hangváltozás, máshogy adnak ki hangot. A marha egy ilyen távolba kiáltó, ilyen nagyon erőszakos, bőgéssé változik a marhának a hangja. De hát ehhez is olyannak kell lenni, aki ezerszer hallja. Igen, hogy meg tudja különböztetni, hogy most akkor ez nem az a megszokott bőgése a marhának. Hát nagyon azt lehet mondani, hogy rengeteg tünet van, de mégis egy ilyen becsapós betegség, ez nem a megszokott. És akkor erre még egy érdekességet elmondok ezzel kapcsolatban, hogy a veszettséget hozták párhuzamba régen a vámpírokkal. De azt mondták, hogy vagyis a mostani gondolkodás alapján, akiket régen vámpíroknak neveztek, azok voltak a veszett emberek. Mert hogy agresszívak voltak, folyt a nyáluk, és ami még érdekes, hogy nem bírták a vizet, hát víziszonynak is nevezik a veszettséget, mert hogy taszít a víznek a tudata, nem bírták a szagokat, ami az idegrendszert ingerelte, azokat a dolgokat nem viselték jól, a fokhagymának a szagát, és hogy a vámpírokkal azonosították ezt a betegséget. És akkor még a víziszonnyal kapcsolatban van egy érdekesség, az ilyen megmosolyogtató, hogy régen azt mondták, amikor még nem volt vakcina, hogy hát úgy nem lesz veszett a kutya, a víziszonyt nem kapja el, hogyha én folyón vagy valamilyen víznevet adok neki. És akkor így jött el a morzsi, ami a marosnak a becézéséből jött, a bodri, ami a bodrognak a becézéséből jött, úgyhogy voltak ilyen régi hiedelmek a veszettséggel kapcsolatban, de hogyha azt veszük a 80-as évekig, Magyarországon ezzel az emberek találkoztak. És mi annak az oka, hogy most újra felerősödik? Mindenképpen része van annak, hogy a háború zajlik az ukrán területen. Eltért a fókusz az eddigi mentesítésektől. Meg lehet érteni, sokkal több a kóborállat. A családok hátrahagyták az állataikat. Tehát mindenképpen hatása van az ott kialakult helyzetnek erre. Egy kicsit egy ilyen elszabadult helyzet lett. És mivel Szabolcs-Szatmár-Berek megye az, ami határos ezzel a területtel, ezért ott robbant ki most leginkább. Ami fontos még ezzel kapcsolatban, hogy itt van a január, de jön a február. Februárban a rókák elkezdenek koslatni. Az azt jelenti, hogy a róka elkezd párzani. Ahhoz, hogy ő pározni tudjon, ahhoz ő most nyakába fogja venni a idézőjelben a világot. Ő el fog indulni Ukrajnából, lehet, hogy tünetmentesen, majd ezt is elmondom mindjárt, hogy ez mit jelent. Tünetmentesen elindul, és lehet, hogy eljön Nógrádba, hogy párt keressen. És Nógrádban lesz az, hogy az ő idegrendszerébe, vagyis a központi idegrendszerbe bekerül a vírus, és itt lesz az a két hét, amíg ő elkezdi terjeszteni a betegséget. Hát azért fontos most cselekedni, mert lehet, hogy az utolsó órában vagyunk, hogy igenis oltassunk most ebben az elkövetkezendő pár napban, mert ha vándorlásra elindul az állatoknak a párzások révén, és itt lesz a tavasz, akkor onnantól kezdve lehet, hogy nem csak Szabolcs-Szatmárban lesz, hanem egészen elmegy a Tiszának a vonulatai. Ami még érdekesség, hogy azért itt vannak határok. Tehát addig, amíg van egy Tisza bővízzel, addig az tud egy elválasztó lenni. Megtörténik az, hogy ezen át tud jutni. Egy kutya révén
Azért láttunk már olyat, hogy átúszszák ezeket a folyókat, kisebb a vízhozam, úgyhogy át tudnak kerülni, de azért ezek a természetes határok még mindig meg tudnak minket valamelyest óvni. Úgyhogy fontos, hogy most csináljunk valamit. És állatról állatra is harapással, vagy valamilyen, tehát hogy a nyálból kerülhet bele harapással az ő szervezetébe. Igen. És ugyanígy az embernél is, tehát a nyállal kell, hogy érintkezzen az ember, és hogy sebnek kell lenni. Elég egy felületes seb. Nem kell az, hogy most neked egy mély 10 centis vágás legyen a combodon, hanem elég az, hogy mondjuk egy felületes... Korsolott, egy sorsolás. Igen, és a nyállal érintkezik. Na most ez a nyálon átterjedő probléma. De hogy itt ezért érdekes, hogy most a húsevők meg a nem húsevők, a növényevőknél, a szarvasmarhánál mi van? A szarvasmarha nem harap. Ahogy láttad, a borjú menthető volt, hiába támadta meg az anyja, ott élt vele együtt, nem kapta el a betegséget, vakcinázták, és ha jól tudom, akkor a mai napig él. De egy húsevő, aki támad, ő vele biztosan fogsz úgy érintkezni, hogy a szája hozzád ér. És akkor itt jön még be a macska, aki nyalakodik. Ő nyalja a mancsát. És a levegővel érintkezve a vírus elég gyorsan elpusztul. De hogyha a macska megnyalja a lábát, és utána téged már megkarmol egy pár másodpercen belül, akkor azzal is el tud téged fertőzni. Ez ritka persze, de megvan ebben a lehetőség. Tehát ilyen esetben már nem kell az, hogy harapjon, de ha már a nyálában benne van, akkor megint elmondom, hogy akkor már biztos, hogy idegrendszeri tünetei vannak, szóval akkor azért látszik a viselkedésén, hogy most ez nem egy normális állapot. Uh-huh. És a macska meg megint, hogy ez egy tényleg agresszívan veszett állattá változik át. Akkor ha mindent összefoglalunk, elmondhatjuk, hogy az utolsó órában vagyunk ahhoz, hogy a vészharangot kongassuk, és hogy vegyék ezt komolyan, igen, az állattartók, és azzal tudjuk megelőzni ezt azt, hogy nagyobb baj legyen, úgyhogy az egész országba elterjedjen, hogyha a saját házi állatainkat oltatjuk, a kutyákat, macskákat. Nem tesszük ki a kóbor állatokat, nem engedjük szabadon a macskáinkat, most legyenek ők inkább ott körülöttünk. És még egy, amit mondtam, hogy arról beszélni szeretnék, a tünetek megjelenése. Az, hogy te mikor vesztél meg, mikor kerül be a szervezetedbe, és mikor, meddig, mi az a pillanat, amikor eljut az agyadig, az egy nagyon széles időtartam. Több mindentől függ, leginkább attól, hogy az a pontja, ahol téged megsebzett az állat, az mennyire van a központi idegrendszerettől. Mert onnan neki az idegsejtjeiden keresztül fel kell jutni. És ez egy tényleg széles skála. Ha jól emlékszem tanulmányaim során, akkor ez akár egy ilyen évtől, hát lehet, hogy egy évig semmiféle problémád, másfél évig nincsen semmi, és akkor egyszer csak érzed, hogy valami nem jó. Vagy pedig az is lehet, hogyha mondjuk a válladon, nyakadon, főleg ha fejen ért a sérülés, sokszor a gyerekek fejét harapja meg a kutya, arra megy rá. Akkor viszont lehet, hogy napokon belül elindul a probléma. Úgyhogy fontos a felismerése, hogy ez egy olyan helyzet volt, ami miatt nekem orvoshoz kell menni, és az orvos pedig mondja azt, hogy igenis el kell rendelni a megfigyelést, valamikor azonnal elrendelik az oltást az embereknél is. Uh-huh. És azt, ha mondjuk engem megharap egy kutya, még akkor is, ha tudom, hogy én oltattam, mondjuk a saját kutyám, vagy a szomszédé, és tudom, hogy oltva van, kérhetem, hogy ennek ellenére én kérhetem a veszettség elleni oltást. Tehát azt kérheti a... Bent az ANTS ezt, hogy dolgozza fel jelen helyzetben, én nem tudom, annyi biztos, hogyha téged megharap egy kutya, vagy mondjuk megharapja a gyerekünket a kutya, akkor igenis menjünk el az orvoshoz. El kell menni a házi orvoshoz. A házi orvos ezzel kapcsolatban el fogja mondani az ő véleményét, és ír egy papírt az ANTS felé. Az ANTS el fogja rendelni az állatnak a megfigyelését. Ez Nógrád megyében, ez egy szerintem flottul működő dolog jelenleg. Ő elrendeli az állat megfigyelését, ahhoz megkér egy állatorvost, de ez egy nap alatt megtörténik. Tehát nem azt kell gondolni, mint a szörnyű bürokrácia, hogy ez akkor napokat fog felemészteni, hanem általában az van, hogyha mondjuk kedden megharap valakit a kutya, akkor szerdán már az állatorvos tudja, hogy neki valamilyen megfigyelési helyzete van. És akkor a kutya harapásnak a helyétől, az állatnak a viselkedéséből, meg az oltottságán múlik az, hogy az elkövetkezendő 2 hét hogy fog lezajlani.
Az esetek legnagyobb százalékában ilyenkor az történik, minden jól megy, hogy a kutya oltott, az állatorvos 2 hétig megfigyeli, 2 hét után feloldja az állatot, és akkor mindenki mehet a maga útjára. Ha az történik, hogy a kutya nem volt oltva, de a kutyát 2 hétig megfigyelhető helyen tartották, a kutya nem hagyhatja el azt a megfigyelő helyet. Őt be kell akkor zárni egy kennelbe, és akkor a kutyának 2 hétig ott kell lennie. Bármikor, amikor megy az állatorvos, akkor engedniük kell a megfigyelést, láthatóvá kell tenni. Abból látni fogjuk, hogy ott most van-e gond, vagy nincsen gond. És akkor a 2 hét alatt, hogyha nincs oltva a kutya, akkor nem lehet oltani, viszont a 2 hét elteltével az állattartót kötelezni kell arra, hogy veszettség elleni oltást kapjon. És akkor itt jön még egy dolog, hogyha olyan sérülése van mondjuk egy kisgyereknek, hogy a fején érte mondjuk a sérülés a nyakán, akkor azt gondolom, hogy oltják a gyereket, tehát nem várják meg a 2 hetet. És még az lehet egy érdekes és talán elrettentő információ, hogy ha az ember elkapja, és már tünetek vannak az embernél, milyen tünetei? Hasonló, mint az állat? Tehát mondtad ezt, hogy víziszony, nem bírja elviselni az erős szagokat. Fényt kerüli, egy sötétségbe burkolózik. Idegrendszeri tünetei vannak. Az agyban okoz egy nagyon erős gyulladást, és ami a központi idegrendszer gyulladásával. Hát most gondoljunk bele, amikor gyulladás sincs az agyunkban, de mondjuk van egy migrénes fejfájás, ami csak egy nyomásfokozódás, vagy egy neurotranszmitter áramlás miatt kialakul az agyban, egy pici ponton milyen erős fájdalmat tud okozni. És akkor jön a veszettség, ami meg az egész agyat megtámadva egy ilyen elképesztő állapotot hoz létre benne, hogy teljesen kifordítja önmagából a viselkedését az embernek. És mi okozza a halált a végén? Maga ez a gyulladás, a központi idegrendszernek a gyulladása, ami nem visszafordítható. Azt gondolom, hogy ez épp elég elrettentő lehet ahhoz, hogy az ember tényleg komolyan vegye ezt a betegséget, és hogy tegyünk az ellen, hogy megállítsuk, vagy megelőzzük a nagyobb bajt.